9 csapat vett részt a sorrendben 4. Gorki lakótelepi főzőfesztiválon, melyre augusztus 13-án szombaton került sor. Azzal a céllal indítottuk el ezt a főzőversenyt annak idején a Gorkió, hogy az embereket minél közelebb hozza egymáshoz, mert sajnos a mai társadalom olyan, hogy elszaladnak egymás mellett az emberek. És mindig kell egy ilyen összehúzó erő. Már tudják a Gorkion lakók, hogy reggel, mikor augusztus közepén füstszáll föl, akkor főzőverseny van, lejönnek megnézni rengetegen. Van egy alapszabály, hogy csak fatüzelésű rendszerre lehet főzni. Nem lehet gázsámolt, meg ilyeneket felhasználni. És a csapatok ezt nagyon jól veszik. A szürke marhától kezdve a palócgulyásig, vagy a pincepörköltig nagyon finomakat csinálnak, és az az igazság, hogy elfogy már körülbelül 2-3 órára, mire zsűrizés van. Arra azért minden csapat ügyelt, hogy egy pici kóstolnivaló maradjon a zsűrinek. A finomságokat a résztvevő csapatok képviselői pontozták, persze saját főztjüket nem értékelhették. A kóstolásban a szervezők is aktívan részt vettek, így Pindrok Ferenc is, aki 2 évvel ezelőtt kapcsolódott be a közösség építő és formáló fesztivál szervezésébe. Végig kóstolgattam az ebédet, nekem mindegyik nagyon tetszett, ízlett, úgyhogy én örülök, nálam mindenki nyert, ez az igazság, és itt az emberek találkoznak, elbeszélgetnek egymással, megismerjük egymás gondolatait. Úgyhogy ez a fesztivál erre jó, hogy az emberek egymáshoz közelebb kerüljenek. Éppen ezért nyertesnek érezhette magát mindenki, aki részt vett a fesztiválon. Persze azért díjazták a legfinomabbnak ítélt ételek készítőit. Az okleveleket és az ajándékokat városunk alpolgármestere Ötvös Mihály adta át. A játékos megméretetés 3. helyezettje a Jakab Team lett. A csapat birkagulyást készített kecefi módra. A 2. helyet az Ocsi Team szerezte meg palócgulyásával. A verseny legfinomabb ételének a nagy csapat vaddisznópörköltjét ítélték, melyet gombával és áfonyával készítettek el. A díjátadás végén Szekeres Géza megköszönte képviselőtársainak és a támogatóknak a segítséget, majd zene és tánc következett, ugyanis a sorrendben 4. Gorki lakótelepi főzőfesztivált jó hangulatú utcabál zárta.